Szeptember 2-án hétfőn a diákok visszatértek az iskolapadokba. A hónap egészében rendőrök és polgárőrök segítik az átkelést a zebrákon az iskolába igyekvő gyermekek és szüleik számára. A hatóságok, ha szükséges, forgalom irányítással az autósoknak is segítséget nyújtanak. Nyári hónapokban egyre kevesebb autó volt az utakon, tekintettel arra, hogy nem voltak a gyerekek iskolákban, óvodákban, viszont a mai napon tömegével tapasztaltuk azt, hogy autósok tömkelege az iskolák előtt állt meg az iskolák bejáratánál, sőt még iskolák udvarába is behajtott annak érdekében, hogy a gyerekét minél biztonságosabban tudja az iskolába eljuttatni. Ez viszont nem minden esetben jó, és nem minden esetben baleset megelőzési szempontból nem jó, hiszen nem feltétlenül szükséges az, hogy a szülők a gyerekeket az iskola kapujában tegyék ki, ráadásul esetleg a csomagtartóból előszedjék még a táskát is, és így akadályozzák a forgalomnak a gördülékeny haladását. Fontos tehát, hogy a szülők ne közvetlen az iskolák előtt vagy az udvarban álljanak meg, mert így legrosszabb esetben tolatásnál akár a gyerekeket is elüthetik. A gyerekek figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogyha esetleg gyalogosan közlekednek az iskolájuk felé, akkor ne zajszűrős fülhallgatót használjanak, amikor az utakra lépnek, hiszen ennek során esetlegesen akár tragédiával végződő baleset is történhet, hogyha féktávolságon belül lépnek a zebrára az autósok elé. A rendőrség egyben szeptember 2-án elindította iskola példa elnevezésű kampányát is, melyben elsősorban a sajtón keresztül szeretnék eljutatni a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos információkat a közlekedők, szülők és gyerekek felé. A rendőrség televíziónk szerkesztőségében egy ajándékcsomagot is átnyújtott számunkra, melybe baleset megelőzési eszközöket helyeztek el. Nyugodtan tekintsük meg, hogy mi van benne. Van benne egyébként egy QR kóddal ellátott kis leírás, amit elvárások vannak, és nyilván ez szülőknek, pedagógusoknak és a sajtóképviselőnek is szól.